Az idei modellévre a Yamaha kigurított két gyönyörű szép retro motorkerékpárt, amelyek közül a nagyobbikat sikerült először menetpróbára fogni. Ő az XSR900 névre hallgató, mint a fényezéséből és a rajta levő feliratokból is látszik, a 60. évfordulóra kiadott modell, amely az MT-09 alapjaira épül, tehát technikailag gyakorlatilag ugyanaz, megjelenésében és mégis viselkedésében azonban egy meglehetősen eltérő modell, mint az eredeti bázis technika. Kezdjük a legfontosabbal, a megjelenéssel. Az XSR900 ugye egy múltat idéző motorkerékpár ruhájába öltöztetett MT-09, ennek megfelelően gyönyörű szép kerek fényszórót kapott, nagyon szép fényszóró felfogató paneleket, ugye ezek mind gyönyörű szépen vannak kimarva, megmunkálva, ugyanilyen jelleget találunk lent a futóműnél, ugyanilyen idomra, vagyis hát ilyen fém lapocskára van ráhajlítva maga a műszerfal, amire majd visszatérünk, ugyanez visszaköszön itt később a motor hátsó traktusán is, tehát az egész gép minden egyes porcikája olyan, hogy úgy elnézegetjük, elgyönyörködünk benne, nagyon-nagyon sok pozitívumot ad, csak akkor, amikor az ember általában nézi. A külsején kívül az XSR900 rendelkezik még egy óriási nagy előnnyel az alapmodellhez képest, nevezetesen, hogy az ülés pozícióját, meg az embernek az egész elhelyezkedését a gépen, azt némileg módosították, és ennek az lett az eredménye, hogy bár én kimondottan tartottam a tesztúttól, ugyanis egy nagyon hosszú kört kellett tegnap lemotoroznom a nyergében, konkrétan 860 kilométert, de ezzel együtt az a helyzet, hogy olyan elképesztően kényelmes, tehát jó a lábtartó, az ülés elhelyezkedése, nagyon jó a tércög, és annyira kényelmesen, komfortosan ülünk a nyergében, hogy gyakorlatilag bármilyen hosszú etapot meg tudunk tenni, anélkül, hogy fizikailag elgémberednénk, még az én testméreteim mellett is. A motor műszerezettsége is megér még egy misét, ugyanis ugye alapvetően arról van szó, hogy igyekeztek ezt retro köntösbe bújtatni, ugyanúgy, mint minden mást, de a modern technika az teljes egészében felszínre tör ebből a részből is. Hogyha megnézzük a műszeregységet, az ugye egy ilyen szép, kerek dolog, ráadjuk a gyújtást, beköszön nekünk, és azt látjuk, hogy egy eszméletlenül informatív valami van itt előttünk. Van rajta ugye egy szép váltófokozat kijelzőnk, egy fordulatszámmérőnk, és minden egyebet, a sebességet digitálisan, a motornak az aktuális üzemmódját, a kipörgésgátlónak az aktuális módját mutatja, az üzemanyagot alul, illetőleg mindezeken felül még van egy fedélzeti számítógépünk is, napi számlálókkal, összkilométerrel, pillanatnyi pontos idővel, külső hőmérséklettel, motorhőmérséklettel, átlagfogyasztással és pillanatnyi fogyasztással együtt, tehát ennyi minden információval halmoz el bennünket, és hát ugye mindezeket értelemszerűen működtetni is tudjuk, külön találunk ugye az indítógom mellett egy motor üzemmód kapcsolót itt a baloldali helyett a jobboldali kormánymarkolaton, illetőleg ha már a baloldaliról volt szó, akkor innen pedig akár a kipörgésgátlónak az üzemmódjait tudjuk kapcsolgatni, tehát igazából egy modern fullos motor, fullos műszerfala retro köntösben ugye a már emlegetett gyönyörű szép felfogatásra föltéve. Ezt a részét ezt én nagyon megkedveltem ennek a motornak. Az alapkoncepció ugyanakkor ugyanaz maradt, mint az MT-09 esetében volt. Egy soros háromhengeres, bődületesen erős, nagyon rugalmas, nagyon jól használható erőforrás, ami abszolút támogatja az élvezetes motorozást. És egy olyan futómű, ami ténylegesen minden egyes méteren azt érezteti velünk, hogy mi irányítjuk a motort, és nem csak úgy utazgatunk rajta. Tehát itt, ezen a motoron, a szószoros értelmében minden egyes kanyarért megdolgozik az ember, akkor, hogyha jó minőségű az aszfalt, és minden egyes kanyarban keményen megszenved, hogyha rossz minőségű az aszfalt. Ugyanis a helyzet a következő, az ülés pozíciónk az kényelmes és jó, viszont a futómű az abszolút sportosra van hangolva, tehát a jó minőségű aszfaltot támogatja. Ennek megfelelően, hogyha hibás, akár hossz, akár keresztbordás, akár kátyús, teljesen mindegy, milyen aszfalton kell kanyarodnunk, sőt, megkockáztatom, akár egyenesen mennünk is, állandóan valami munkánk van a kormánnyal. Ugye ez még akkor is folyamatosan kell tolni a kanyarokban, amikor hibátlan az aszfalt, de rossz minőségünk pedig folyamatosan bele kell dolgozni, hogy szépen tartsa az ívet a motor.
Ez tulajdonképpen a komforttalanságát leszámítva egy nagyon élvezetes dolog. Tehát jó minőségű aszfalton kevés géppel mentem életemben, amivel akkora élvezet fűzni egymás után az íveket, mint ezzel volt. Rossz minőségűn, hát, hogy mondjam, nem az igazi ez az élmény. Összességében elmondhatjuk, hogy a Yamaha egy olyan gépet alkotott az XSR 900-zal, amelyik igazi élményé teszi a motorozást, de főleg a tőlünk nyugatabbra eső világban, tehát ahol jó minőségűek az utak. Ott kevés olyan motor van, ami ekkora vezetési élmény nyújt, fúr rajta a szél, dolgozunk minden egyes megtett méteren, tehát érezzük azt, hogy mi motorosok vagyunk, hát rossz úton nem annyira optimális, ennek megfelelően javaslom kiválasztani, de hogy kényelem és motorozhatóság szempontjából nagyon jó jár vele, aki a megfelelő helyen fogja használni, az egészen biztos.